A Röszkei Bereczk Péter Természetvédelmi Klub az Európai Tájegyezmény és az Európa Tanács tájdíj pályázatán sikeresen szerepelt és egy olyan megtisztelő kitüntetésben részesült, amely a társadalmi szervezetek vagy az önkormányzatok kiemelkedő hozzájárulását ismeri el a táj fenntartható tervezése és védelme területén. A Bereczk Péter Természetvédelmi Klub még február elején vehette át az elismerő oklevelet. A díjátadó ünnepségre a Muralomváros önkormányzatát képviselőkkel közösen érkeztek. Az egyesületünk, a Bereczk Péter Természetvédelmi Klub, az Európa Tanács tájegyezménye által alapított európai tájdíj pályázaton vettünk részt, és ekkor kaptunk egy kitüntetést. Az Európai Tanács először hozott egy ilyen törvényt, melyben megfogalmazta, hogy mi a táj és miért fontos. Megfogalmazta, hogy a táj mindenképpen fontos szerepet tölt be a kulturális, a környezeti, az ökológiai rendszerekben. A táj fenntartása, a táj kezelése, az tulajdonképpen munkahelyet is teremt. Tehát, hogyha a táj ápolt, szép és gondozott, ez befolyással van az ott élő emberekre. Az egyezmény szerint az európai identitást is növeli. Szerintünk is, szerintünk a hazai, a kistérségi vagy a település identitás ugyanígy. Tehát erősíthető azzal, ha mindenki ismeri azt, annak a tájnak az értékét, ahol ő él és dolgozik. Az egyezmény tehát elsőként fogalmaz meg ilyen fontos dolgot, és buzdít arra, hogy mindenki figyelje, kezelje a táját, azt, ahol ő él, gondolkozzon annak fenntarthatóságáról, bemutathatóságáról, hogy mindenki ismerje, tudja, és mondjuk, hogy boldogan éljen azon a településen. Mi ezt kihasználva, ezt a lehetőséget, hogy pályázni lehetett erre, összegyűjtöttük mindazt, amit az elmúlt években dolgoztunk itt és a környéken, Röszkén, partnereinken, Móraharmon, Domaszéken üléssel. Tudnillik, az egyezmény által alapított díj nem a tájra szól, nem a táj kapja, hanem azok az emberek, azok a szervezetek, tehát civil szervezetek és önkormányzatok, akik tesznek a táj érdekében, a táj fenntartásáért és kezeléséért. Tehát mi összegyűjtöttük az elmúlt időszakban a kutatómunkánk eredményét, a fotókat, a tudományos cikkeket, az előadásokat, a bemutatásokat, a kiadványokat, a posztereket, amit a tanösvények mentén elhelyeztünk. És ezt összerendezve próbáltuk bemutatni, hogy a mi tájunk, mi az, amiben mindenképpen különbözik más szép tájtól. Tehát miben szép a miénk, miért más, mint másé. Úgy láttuk, hogy természetesen ez sikerült, és a bizottság elismerését kivívtuk. Mi történt? Az elmúlt évek alatt sokan dolgoztunk. Egy civil szervezet az nem könnyű helyzetben van. Ugye itt nekünk versenyezni kellett az önkormányzatokkal, mint civilek. Nem könnyű az önkormányzatnak, szerintem több lehetősége van. A civil szervezetben önkéntesek dolgoznak, ami most nagyon divatos. Vannak, ugye nálunk is vannak általános iskolások, középiskolások, nyugdíjasok, felnőttek, tanárok, felsőoktatási intézménybe járók. Ezek együttes munkája, amit jó kedvel, jó szívvel végeznek, azok a mi munkáink, azt tudtuk összegezni. Persze egyesületünkben is több éve sok mindent csináltunk, de új lendületet kaptunk, mert a tagjaink közül ma már sokan felsőoktatási intézményben dolgoznak, tehát a tudomány új művelői, új lendülettel, fiatalos gondolkodásmóddal. Talán az utóbbi években még több sikert is értünk el, mert hát ezek tanítványaink. A legutóbbi munkánk, hogy a környezetvédelmi program tanösvény Mórahalommal, ebben fiatal tudósaink dolgoztak már, Korda Renáta, Deák József Áron, Ladányi Zsuzsanna, akik a felsőoktatási intézményben vagy már dolgoznak, vagy még PhD hallgatók, vagy tanulnak. A Ladányi Zsuzsannával voltam fent a díjkiosztó ünnepségem, ami nagyon pompás és elegáns ünnepség volt. A programot 4 magyarországi minisztérium is támogatta, azok ott mind szóltak, ugye a képviselők elismerő hangon, és utána mód volt,
hogy mi a saját poszterünk előtt, mert gyönyörű kiállítás volt, a poszterünk előtt a saját munkánkat röviden ismertettünk, és az Eldás Ladányi Zsuzsika tartotta. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hogy mindenki ismerje, hogy mi az érték, de ehhez nem elég, hogy arra megy, és vagy látja, vagy nem, hanem hogy egy ilyen civil szervezet, vagy az önkormányzatát felhívja erre a figyelmet, összegyűjtse, és állandóan legyen itt bemutatás, beszélgetés alatt. Tehát más szerepünk, a legfontosabb szerepünk, hogy szemléletet formáljunk. Van egy nagyon érdekes sztori, egy bizonyos délutáni foglalkozásról, ahol nyugdíjasoknak mutattunk be szép dolgokat Röszkéről például. És egy hölgy, a képek láttam, jaj, azt mondja, gyerekkoromban pont láttam. Hát amikor kint voltunk, legeltettünk, ott üldögéltünk a réten, hát ilyen növények tele volt, ahol mi laktunk. És ugye tovább folytattuk, hogy ez ma már értéknek tartjuk, mert kevés van belőle, egyre kevesebb a terület, egyre inkább pusztul, és ezek már védett növények, egy szál ennyibe meg annyiba kerül elméletileg. Felmerül a kérdés, hogy a ma iskolába járó, mondjuk általános iskolás tanuló, nyugdíjas korába fel tud-e majd kiabálni, hogy ja, láttam gyerekkoromban, hogy ez ott volt még. Hát mi azt szeretnénk, hogyha mindez megtörténne, és majd mindenki emlékezne arra, hogy mi minden volt, és hát nem volt, hanem hogy még meg is marad. És ezért kellene tennünk. És akkor még visszatérve a díjhoz, ezzel a díjjal, azzal, hogy önök megkapták a kitüntetést, milyen lehetőségeket kaptak? Gondolok itt arra, hogy itt már mutatott nekünk egy kiadványt, amiben szerepel Röszke. Emellett még mivel jár? Ez a magunk számára dicsőség, hogy mi ezt a munkát, a tájtervezést, fejlesztést jól végezzük, csináljuk tovább. Ez az egyik. A másik, hogy plusz lehetőségünk lesz ezáltal az nagy kiállítással, amit a Természetvédelmi Hivatal készített, a Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy ezt elhozhatjuk, az egész ország szépségét elhozhatjuk ide a mi kis térségünkbe. Május hónapra el is kértük ezt a kiállítást, teljes anyagát, 12 csoport volt, ugye, és még egyéb kiegészítő szakmai poszterek vannak hozzá, és egy egész termetbe fog tölteni, leszállítja nekünk ide a Vidékfejlesztési Minisztérium, Murahalmon, Röszkén, Szegeden, szeretnénk a megyei közgyűlés hivatalában is ebbe a hónapba itt az embereknek bemutatni, majd ha lesz erre igény, gondoljuk, akkor segítünk tárlat megnyitásban, bemutatásban, Mórahalommal közösen. Ugye egyforma díjat kaptunk a Mórahalmi önkormányzattal, és ezért szeretnénk, hogyha itt majd közösen mennénk körbe, és mutogatnánk, beszélnénk róla, és toboroznánk embereket, hogy higgyék, hogy ez érték, hogy fontos, hogy a környezetük rendben legyen, hogy legyen kezelve, legyen gondozva, és hát, hogyha erre összességében az államigazgatás is, az önkormányzatok is súlyt fektetnek, akkor nyilván ez mindenütt munkahelyet teremt, ami meg nagyon fontos lenne.